Hát érdekes kérdéseket teszel fel, te Peti. Sziasztok! Egy újabb villámkérdésekkel jövünk. A gasztró világába fogunk elmenni, de nem úgy, ahogy gondolnátok, ugyanis, hogyha most találkozunk először, a villámkérdések egy olyan műfaj, ahol nagyon gyorsak a kérdések, de mély válaszok jönnek. És egy olyan vendégem van, akivel már szelfiztünk, bár nem ez a legérdekesebb. Vaszala Rozinával beszélgetünk, és nagyon érdekes úgy a pályád, ugye, hogy a szüleid ismertek, egy nagyon jó családból jöttél, és... Ó, köszönöm szépen! Ezt te is nagyon büszkén mondtad, amikor csináltunk egy ilyen rövid beszélgetést, de ugye teljesen magad végigmentél egy olyan ranglétlen, és csináltad a saját karrieredet, mint a konyhafőnökben, ahol ugye indulóból utána már zsűri lettél, és társtulajdonos vagy itt, ahol ülünk ugye a Vestiában. Egy mély kérdéssel szeretnék indítani, az pedig egy olyan tanács, ami a gyerekkorodból, akár szüleitől, vagy valahogy megmaradt, és egész mai napig az életedet végig kíséri. Hát anyukám szokott nagyon okosakat mondani, és az ő tanácsait szoktam, illetve fogadom meg a mai napig, és hallom vissza. És neki volt egy nagyon fontos mondata, hogy a munkát nem lehet megúszni, a melót nem lehet megúszni, és nincsenek csodák. Úgyhogy én ezt megfogadtam, és hiszek abban, hogy a kitartó munka az mindig meghozza a gyümölcsét, és főleg az, hogyha az ember szenvedéllyel és tényleg szeretettel dolgozik, és csak olyan dolgokat szabad elvállalni, és csak olyan dolgokkal szabad foglalkozni, ami neked adrenalint okoz, amitől tényleg azt érzed, hogy most kicsit gyorsabban ver a szíved, izgulsz tőle, van benned egy druk. Ha nem ijedsz meg a saját álmaidtól, akkor azok nem elég nagyok. Azt gondolom, hogy ez egy fontos dolog, hogy az ember megtalálja azt a fajta sikerélményt abban, hogyha produktív életet él, hogy utána látod a munkád gyümölcsét, és hogy ez hajt téged előre. Én egyértelműen úgy nőttem fel, hogy a munka az szent, és hogy dolgozni kell. És csinálni kell. Igen. Felnövéssel, akkor át is köttem a következőre, hogy ha most találkoznál a 20 éves önmagadnak, mit tanácsolnál neki? És kb. Egy kontextus, hogy hol voltál, mit csináltál? Hát figyelj, 20 éves koromban nekem volt egy érdekes korszakom volt. Az nem feltétlenül a munkáról és a produktivitásról szólt, ott egy kicsit a buli nagyobb hangsúlyt kapott. Viszont nagyon-nagyon sokat sportoltam, és az extrém sportok nekem szívemhez közel állnak. Kikopott az évek során ez egy kicsit az életemből. Érdekes, hogy a dzsungelbeli élményem, ami ugye az RTL kapcsán kint voltam a dzsungelben egy hónapig, szabad ég alatt aludtunk, az nagyon visszahozta ezt, és azóta rengeteget voltam megint síelni, és valahogy ez a természetközeliség újraélet. Volt egy szakadás, vagy ugye még igen, akkor 20 igen, 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 elmerültem a melóba. Tehát ilyen 20 éves korom után elkezdtem nagyon dolgozni, külföldre mentem, eltávolodtam azoktól a barátoktól, akikkel ezt együtt csináltuk, és valahogy inkább azt tanácsolnám, hogy egy picit lehet lassabban, egy picit nem is az életet jobban élvezve, mert én mindig nagyon nagy kanállal nagyon-nagyon élvezem az életet, és ebben soha nem volt hiány, de hogy egy picit a sportra és azokra az örömforrásokra, amik gyerekkorban, fiatal, tinédzserkorban örömet okoznak, ezekre nagyobb figyelmet fordítani, és nem hagyni eltűnni az embernek az életéből. Ez lenne a tanács, és amúgy megélje a jelenbe, élvez ki, ami amúgy ment is. Igen, egyértelműen a jelen az egy nagyon fontos dolog. Nekem van is egy tetoválásom, ami szanszkritul azt jelenti, hogy a jelen, a most. És ez pont a 20-as éveimben került fel a kezemre. És hiszek abban, hogy igazából a múlt sem egy annyira... Tehát, hogy hibákból lehet tanulni, de azok már megtörténtek, tovább kell menni. És a jövő sem feltétlenül, tehát hogyha a jelent nagyon jól megéljük, és azt például a szörfösök elkapják a hullámot, akkor az elviszi őket, akkor az a jelen. Van olyan dolog, ami az elmúlt években megváltozott róla a véleményed? Régen valahogy gondoltad, de most már máshogy. Elég korán kialakult a személyiségem és a hitem. A dolgokról. Nagyon-nagyon liberális közegben nőttem fel, és a mai napig egy nagyon liberális gondolkodású embernek tartom magam. Talán amit
ami változott, az az, hogy rájöttem, hogy ahhoz, hogy az ember kifelé, hogy sikeres és laza tudjon lenni egyszerre, az egy nagyon komoly háttérrendszert igényel. Tehát az, hogyha mondjuk snowboard versenyzők, vagy akik nekem ilyen példaképként az életemben voltak, tehát hogy ők lehet, hogy iszonyú lazának néznek ki, annyira, hogy szétesnek, de napi 12 órát dolgoznak azon, hogy ott legyenek a csúcson. Az nagyon menőnek néz ki, hogy ott vannak, szörföznek, lazán vannak, de közben 12 órát beleraknak. Vagy a rockstárok, tehát hogy belelátni persze. Most már felnőttként ezekbe a sikersztorikba, ez is ugyanazt igazolja, amit édesanyám mondott, hogy a melót nem lehet megúszni. És hogy ezek közt a világsztárok közt, és azok közt, akik tényleg elérnek bármit, bárhol a csúcsra érnek, ott nincs lazsálás, ott nincsenek ágyban töltött napok, ott igenis kemény meló van, és önmegtartóztatás, és fegyelem. És valahogy nekem talán a fegyelemről alkotott képemet kellett egy kicsit helyre rázni, és rendbe rakni ahhoz, hogy kezelni tudjam azt, ami most körülöttem van. Van olyan dolog, amit így furcsának, vagy akár cikinek is tartasz magadba, vagy ha volt is, és mondjuk akkor hogy változtattál rajta? Hát érdekes kérdéseket teszel fel, te Peti. Az érdekes az néha jó, néha rossz. Igen. Nem számítottam egy ilyen önanalitikus beszélgetésre, ahol... Teljesen freudi szintekre lemegyünk, de Jugi nem kell megfejteni az, hogy... Még a végén itt meggyógyítasz engem, és akkor mi lesz, érted? Nagyon vicces egyébként, voltam egy előadáson, a Katona József Színház színésznői voltak, és arról beszélgettek, hogy a pszichológushoz járni egy színésznek jó vagy rossz, hiszen az a saját traumáiból táplálkozik, és hogy mi lesz, ha meggyógyul. És akkor mondták, hogy hát ők mindannyian jártak pszichológushoz, és megnyugtatják a többi színésznőt kezdőpályázat, nem fognak meggyógyulni, tehát marad a trauma, maradnak akkor a fájdalmak. Akkor eszedtegy a beszélgetésre, és mondhat, hogy nem fogsz meggyógyulni. Igen, nem fog, nem is szeretnék egyébként. Amúgy azt akartam mondani, hogy szerintem ahogy én értem, hogy milyen kontextusban használod azt, hogy meggyógyulni, az egy jó típusú betegség. Igen, akkor igen, nem akar az igen. Ember. Igen, nem, tehát hogy én a normálisat azt mindig egy picit unalmasnak tekintettem, és igen, mindig azt gondoltam, hogy a szituációkat, embereket, feladatokat más oldalakról is kell tudni nézni, egy picit az általánosból kilépve más szemszögből ránézni problémára, és akkor talán egy olyan megoldást talál rá az ember, amit más nem talált, és ez egy jó dolog tud lenni. Hát ugye az Einsteinnek a mondása, hogy a problémát ugyanazzal a módszerrel, ahogy keletkezett, nem is lehet meg. Így van, tehát hogy tessék, hogy már nagyon őszintén kell lenni, iszonyatosan szeretek sorozatokat nézni. De hogy nem, nagyon-nagyon szeretek sorozatokat nézni, és lehet, hogy, és néha lelkiismeret furdalásom van, hogy nem kéne már a harmadik, negyedik részt megnézni. Mert csak csapatot tovább és nézed. És mert aludni kéne, vagy más csinálni, elmenni sportolni, vagy valami, és helyette pedig nekem nem tudom, nagyon jó kikapcsolódás. Kedvenc sorozatok? Hát az egyik kedvenc sorozatom a Breaking Bad, azt nagyon-nagyon szerettem, de most tavaly megjelent a The Sinner, a bűnös. Ez egy Netflix sorozat, és a Jessica Biel, a Justin Timberlake felesége, a producer és a főszereplő. Egy mini sorozat 8 részből áll, és figyelj, a legizgalmasabb 7,5 óra, amit az ember eltölthet televízió készülékenek. És egyben nézted meg? Nem, kettőbe. kettőbe. De egyébként mostanában nagyon dokukra vagyok rácsúszva, szóval dokusorozatokat szoktam nézni, mert azt legalább egy picit hasznosnak tartom, tehát az a legalább, hogy nincs az a nagyon durva lelkiismeret furdalás, igen. És abból valami top, amit... A dokuból igen, van az egy Pulitzer díjat is kapott, a Jinx az a címe, ő egy gyilkosságokkal vádolt amerikai New York-i milliárdos családból származott csávónak leköveti az életét, és elképesztő fordulatok vannak. A végén az HBO-nak szintén bíróság elé kellett állnia, és Pulitzer-díjat kaptak egyszerre a dokumentumfilm miatt.
nagyon izgalmas, szóval azt nagyon ajánlom mindenkinek, hogy nézze meg. Már ezekért a tippekért megérte a bugyrokba lemenni. Igen. Menjünk egy olyanba, hogy ezt említetted, csak nem akartam a gondolatot megszakítani, hogy van egy olyan dolog, amiben te hiszel, de nehezen tudod bizonyítani. Ilyen limonádi kérdések nem lesznek, nem. Csak ilyen nagyon... Ez nem trash, ez nem uborkás vaníliás. De akkor ehhez képest valami, nem tudom, sztéket kellett volna hozzá, vagy nem tudom. Tehát, amit mi a kedvenc színed? Hiszek, amiben hiszek, és nehezen tudom bizonyítani. Hát figyelj! Jó, akkor mondok egy olyan dolgot, amilyen, de nem tudom, hogy mi az. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ugye öt érzékszervünk van hivatalosan, de mi ezt szűrjük le a világból. Ezekkel az érzékekkel táplálkozunk, a szemünk, a fülünk, az orrunk, a szánk és a tapintásunk által. És én azt gondolom, hogy létezik a világban egy csomó olyasmi dolog, amihez nekünk nincs érzékszerv. Nem tudjuk felfogni. Nem tudjuk felfogni, mert nincs hozzá érzékszervünk, viszont simán lehet, hogy az állatok közül, tehát szerintem más érzékszervekkel működnek, más élőlények. Nem csak ez az öt érzékszerv, tehát ez egy ilyen izgalmas dolog lehet szerintem, hogy mi van még itt, amit nem hallunk, nem látunk, nem szagolunk. Mi nem fogunk fel. Igen, nem fogunk fel. Megfordítom ezt, amit látsz a világban, tehát persze megtapasztaljuk, látod a világban, és szerinted egy oltári baromság. Van-e valamilyen? Hát hol kezdjem? Mennyi időnk van rá? Mennyi időnk van, hát ne hülyéskedj. Hát a mai világ az a trash-re épül. Hát olyan szinten, tök jó ez a YouTube dolog is, amit most csinálunk, de hogy nem biztos, hogy a világunk digitalizálása az egy jó irány. Tehát, hogy én ezt a technikai evolúciót, ezt nagyon veszélyesnek, és legalább annyira visszásnak tartom, mint amennyire jónak. De valahogy nagyon félek, hogy ez talán még a mi időnkön belül egy olyan helyre fog kifutni, amit viszont már annyira nem fogunk szeretni, ami már annyira ez nem lesz. Ez múlik. Tehát szokták azt mondani, hogy a technika az nem jó vagy rossz, az egy adottság, és mi emberek mit kezdünk vele? Igen, csak mi emberek gyarlóak vagyunk, és mi emberek, amit a kezünkbe adnak, azt használjuk még akkor is, hogyha ránk káros. És az emberek hogyan élik, szinte-szinte vannak, akik már nagyon durván rácsúszva virtuálisan az életüket. És ott boldogabbak, mint a valóságban. És ott boldogabbak, mint a valóságban, és ez para. Ez para. Van olyan gondolat, ami mentén éled az életed? Hát igen, ez a Carpe Diem, a jelenben éljünk. Ami a Sanctist, sose tudom kimondani azt a szót, úgyhogy légy Simon, kértem a tetoválás, ami milyen nyelven van. Sanskrit. Igen, sanskrit, igen, de az a sanskritul van, hát a Carpe Diem pedig latinul, és hogy igen, az latinul. De hogy ez, hogy a jelenben. Igen, hogy a jelenben próbáljuk meg megélni, és nem szabad félni az embereknek, jól érezni magukat, és adni maguknak. Tehát, hogy nagyon sok emberrel találkozom, aki felteszi magának a kérdést, hogy vajon én megérdemlem ezt, vagy megtehetem ezt, vagy... Tehát kötelességtudatból megvonnak az emberek maguktól egy csomó mindent, és nem mernek élni, és bezárkóznak, és egy mókuskerékbe kerülnek, és én valahogy ezt egész életemben szerettem volna elkerülni. Ameddig ide jutottál, ha így visszagondolsz, vannak olyan kulcstényezők, ami által oda jutottál, ahol vagy? Olyan sikerpontok, vagy fordulópontok? Hát vannak, persze. Például a francia-olasz világbajnoksági foci mérkőzés, mert hogy én az alapján döntöttem el, hogy Franciaország vagy Olaszország mondjuk egyetemre. Komolyan? Igen. Hát ez nagyon jó, ezt nem tudtam. Igen, igen, mert hogy itt egy áramszünetnek vagyunk tanulni, de milyen más, hogy ezek a gépek, ezek aksiról működnek. Én jelentkeztem két egyetemre, Párizsba és Firenzébe, és mind a két helyre felvettek és kaptam ösztöndíjat. Egyszerűen már be kellett iratkozni, és néztem, és akkor én nem vagyok egy nagy focis, de hát aznap ugye mindenki a világbajnoki döntőt nézte, én is néztem, és úgy döntöttem az elején, hogy akkor aki a döntő, ugye ott azt hiszem 11-esek is voltak. Na látod, erre már nem emlékszem. És akkor aki ott nyer, na oda megyek egyetembe, úgyhogy elkerültem Firenzébe. Az is egy nagyon fontos dolog volt, hogy nekem lett egy mexikói és egy kolumbiai
csoporttársam, lakótársaim is voltak egy darabig, akikkel aztán én egy picit kimentem Amerika, Dél-Amerikába egyetem után egy pár hónapra. Az egy nagyon-nagyon fontos része volt szerintem az életemnek, hogy világot láttam, és hogy arra mehettem. Illetve hát amikor én hazaköltöztem és megismerkedtem az itteni üzlettársammal, az egy nagyon-nagyon fontos dolog volt, hogy neki bemutattak, mert aztán ő nekem tényleg mentorom lett, és nagyon sokat dolgoztunk együtt, és aztán megjöttünk a Bestiába, ahol most még mindig áramszünet van. Ahol még áramszünet van. Hopp, megérkezett. És csak meg kellett mondanod. Már villognak a fények. És kudarcok? Vannak olyan, mondjuk... A legemlékezetesebb kudarc az volt, hogy nem nyertem meg a konyhafőnököt. Tehát, hogy az egyértelműen én azt... Ez egy nyilvános kudarc, inkább így mondanám, kudarc, ahogy tetszik. Én nagyon kudarcnak éltem meg, viszont iszonyatosan sokat tanultam belőle, és én biztos vagyok benne, hogyha most megnyertem volna, akkor most nem ülnék ki. Miért? Mert az egy arconcsapás volt, az egy pofon volt, amiből nekem tanulnom kellett. És egy picit több alázatot, egy picit még több munkát kellett beletenni. A sikeres embert, a sikertelen embertől szerintem egyetlen egy dolog különbözteti meg, hogy föl tud állni. Mert egy sikeres embernek sokkal több kudarca van az élete során, mint azoknak, akik lent maradnak a földön. Ismersz olyan sikeres embert, akinek nincs kudarca? Tehát ez a legfontosabb, hogy fel kell tudni állni egyszerűen. Mert az, aki a második pofonnál nem marad a földön, fölteszi a kezét, én szerencsétlen vagyok, az ott marad, és meg is érdemli, mert egyszerűen fel kell tudni állni. Így van. Ez határozza meg a dolgokat. Ez határozza meg, hogy mindenkinek vannak sikertelenek. Sőt, tehát én bevallom őszintén, hogy kicsiben napi szinten érik az embert kudarc élmények, amiknek az, tehát hogy vannak nagyon nagy sikerek, meg apró sikerek, és ugyanígy vannak apró kudarcok és nagyon kudarcok. Nekem ez kellett ahhoz, hogy onnan azt mondjam, hogy nagyon van gyerekek, akkor most figyeljetek, mert most ezt nagyon-nagyon durván megcsinálom. Van olyan, ami nem nyilvános kudarcod, és legalább ennyit tanultál belőle? Az első üzletet, amit én nyitottam, az Innió Borbár volt, ahol nekem volt egy üzlettársam, és valahogy egy dolgot tisztázott le bennem, hogy a célokat és az irányokat nagyon az elején kell mindennek fektetni, mert aztán kiderült, hogy mi nem ugyanarra gondolt. Nem az volt a vízió. Nem ugyanazt az irányt képviseltük, és ezért is váltunk el utána. Van egy projekt, ami kapcsán egy nagyon jó barátommal fogok együtt dolgozni. És a legelején nagyon nyersen, nagyon kimondva elmondtuk a célokat, hogy ki mit vár a történettől, hogy nem menet közben derüljenek ki azok, ami miatt esetleg egy barátság szűnhet meg. Akár az rámehet. Tehát, hogy rámehet. Így kell tisztán előre. Így van, nagyon tisztán le kell fektetni az alapokat. Van egy olyan kedvenc könyvet, amit sokat ajándékozol? Cervantes Utas és Holdvilágot olvastam. Détó Krista is ugyanezt javasolta, és az ő tanácsára olvastam el, és zseni az a könyv. Ugye? Szerintem minden könyv, tíz évente más adnak a könyvek az embernek. A másik pedig az egy hát félig mese novella. Borges nevezett írónak van a Tükör és maszk című novellás kötet, amiben van egy pár mese, hogy úgy mondjam, amit gyerekkoromtól kezdve évente legalább egyszer elolvasom. De aranyos. Igen. De ezek ilyen inkább felnőtt mesék. Tehát én azt mondanám, hogy 8 évesen még kicsit fiatal voltam ez a dologhoz. Igen, van a Korom című mese és a Homokkönyv című mese, ami a legfontosabb ebből a kötetből. Ezek úgy elő kerülnek, ezek a könyvek folyamatosan. Ha bárhova elhelyezhetnél egy óriás plakátot, és bármit írhatnál rá. Jézusom! Ezt a limonádé kérdés, ugye? Bár most már nincs itt a limonádém, úgyhogy megmertem kérdezni. Hát nem tudom, de az óriás, ha már ilyen nagyon filmek és könyvek, akkor a három óriás plakát című filmet viszont mindenki nézze meg. Az Oscar-t is kapott ugye 2017-ben. Nem, milyen kérdés? Hát ez nagyon durva. Talán egyébként valahol külföldön egy I Love Budapest. Ez nagyon király. Még Amsterdamban az Amsterdam felirat nagyot
Igen, egy Ájláv Budapest lenne egy valahol. Valahogy a világnak kommunikálni, ez egy nagyon jó város. Imádom, nagyon király. Nem, most tényleg most lehet magasztos dolgokra gondolni, de szerintem... Ez mindent elmond. Ez egy jó dolog. És tök jó, hogy egy olyan valakitől jön, aki több helyen élt külföldön, ugye azért csak úgy döntöttél, hogy valamiért, bár bárhol lehetnél, és I love Budapest. Hogy töltöd a napod első 36-an percét? Az első 15-25 percet a szundigom nyomkodásával töltöm, és utána kikelek, és van nekem egy ilyen barista részleg, ez a kávékészítő részleg a lakásomban, ahol kávét örlök magamnak, van egy saját örlő, és aztán pedig egy ilyen V60-as újhullámos kávékészítővel filter kávét készítek, és utána pedig megpróbálok az imanyba beállni, és egy kicsit összeszedni magam. És utóbbi időben nagyon sokat főzök otthon, de tegnap este is főztem, de a reggelit szeretek nagyon utolsanálni. Jó étkezés reggeli. Na de ezek már majdnem rutinok, például a kávéfőzés, amitől lóckodsz. De azért nem rutinszerű, mert több variációja van ennek, tehát van Aeropress V60, aha, van gép is, többféle kávém is van otthon, ezek mindig termőterületre, fajtára jellemző, kicsit bele vagyok kaptam ebbe a kávé kérdésbe, és akkor azért ez nekem egy ilyen, inkább egy ilyen minőségi szertartás reggelente, amit lehet rutinnak nevezni, de valahogy tényleg azt érzem, hogy azáltal, hogy ilyen nagyon jó kávékat iszom, aminek én értem, és akkor játszom a hőfokokkal, a grammokkal, hogy az így nem tudom, ez olyan nekem egy olyan kis szakmaiságot ad a reggel. Egy olyan rutinokat érdemes talán kifejleszteni, vagy használni az életbe, ami ugyanazt a szabadságot, kibontakozást adja, és akkor lehet mondani, csak ne egy rossz szokás rabja legyen az ember, hanem ebben pont azt mondod, én is imádom a kávét, bár otthon nem merem csinálni, hanem elmegyek királyhelyekre, de az benne van, és nem azért, mert rutinszerűen kávé kell, hanem engem fel egy jó kávéház, az egész ez az új hullámos elvarázsol, és megadja azt a hangulatot a napban. Nagyon. Tehát itt az Arany János utcában az Espresso Embassy-be rengeteget járok, tehát amikor egyébként otthon már nincs időm kávézni, akkor a délelőtt folyamán nagy valószínűséggel beugrom egy kávéért. Mm-hmm. És mit kérsz, hogy? Attól függ, hogyha délelőtt van, akkor dupla cappuccinót, ha délután, akkor filter kávét. Akkor filter kávét. A tisztességes ember étkezés után nem iszik láttét és cappuccinót, és délután sem iszik láttét és cappuccinót. Tanuljátok meg! Nem, nagyon fontos, meg Olaszországban ne kérjetek, mert halott, levágott lófejet találtak az ágyatokban. Ahogy ketchupot se a pizzára, az a másik. Mi a legjobb, mondjuk 100 euró alatti, 30 ezer forint alatti költésed, befektetésed, akármi? Hát nemrégiben vettem egy wireless fülhallgatót. A legjobb. És el vagyok álljul, hogy mennyit használom, és hogy mennyire minőségében megváltoztatta akár a sportolás közben, minden, a filmnézést, a telefonálást, tehát mindent. Nem beszéltünk össze, de nekem ez az elmúlt éveknek a legjobb technológiai innováció, és ami használható, és igen, nagyon szerves része a napomnak. Igen, nekem is. Milyen szenvedélynek élsz esténként vagy hétvégenként? Nagyon sokat járunk orvostolásokra, borászatokba, és hát itt, amikor az ember vendéglátó, akkor azért iszik egy-két pohár volt a vendégekkel is, barátaival, tehát hogy én azt gondolom, hogy nekem a borozás ez egy olyan szenvedély, ami heti, napi szinten képbe kerül. Mm-hmm. Ha bármi rendelkezésedre állna, minden erőforrás, amit csak szeretnél, minden értelemben, mit csinálnál? Kimennék az űrbe. Tehát van, ugye a Virgin Megastornak a Sir Richard Branson is a stratoszféra utazást, ezt már elkezdte komolyan csinálni. Én egyébként már elkezdődött egy olyan program, ahol az emberek tehát már kolóniát építenek egy másik bolygóra. Körülbelül egy olyan 10 év múlva fognak elkezdeni kiköltözni. Gyerekkoromban egyáltalán nem érdekel, de most, ahogy növök fel, egyre inkább megnézném ezt a bolygót kívülről.
nagyon sokszor megpróbálok kizúmolni. Igen. Tehát az, hogy az ember a problémáját, a saját kis életének a problémáját lekicsinyítse, és ez, tehát a szorongást elvett magadtól, annak az egyik legjobb módja az, hogy kizúmolsz, és rájössz, hogy egy nagyon picike dolog vagy, és körülötted, az összes többi embernek legalább ekkora problémái vannak. Pontosan. És ez csak a tiéd, és valahogy ezt a kizúmolást, ezt megcsinálnám igazából, hogy fölmenni és megnézni. A szószoros értelmében. Én nagyon szépen köszönöm Rozsina a beszélgetést. Én is nagyon köszönöm, Peti, hogy itt lehettem. Nem egy limonádé volt, remélem nem baj. Dehogyis, nem. De én azt megittem az enyémet. Köszi szépen, megittad. És köszi nézőknek. Köszi, hogy néztetek. Ha kérdésetek van, írjátok meg kommentbe, és persze ne felejtsetek el feliratkozni. Sziasztok! Ciao.